Néhány éve főállású Erzsébet királynéja van a Gödöllői királyi kastélynak. Főleg az a dolga, hogy korhű ruhát öltve egy-egy szám első személyben mondja el, hogyan él itt Gödöllőn. Ezeken a képeken Dutka Tímeát láthatják Erzsébet királyné szerepében. De nem csak királynéként vezet csoportokat, hanem egyszerű Timiként is. Kíváncsiak voltunk, ki ő, így leültünk vele beszélgetni. Például arról, hogy kicsilányként álmodott-e róla, hogy egyszer majd pompás ruhában királynéként jelenhet meg. Szerintem minden kislány álmodik arról, hogy hercegnő lehessen, és természetesen ez nálam is így volt. Az, hogy most tényleg belebújhatok egy királyné bőrébe, azért ezt nem gondoltam korábban. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt egy picit így Erzsébet lehetek, és meg tudom mutatni ezt a látogatóknak. Mivel foglalkoztál korábban, és hogy kerültél te egyáltalán ide a kastélyba? Igazából egy véletlen folytán volt. Édesapám egyébként nagyon-nagyon szereti a kastélyokat, úgyhogy valószínűleg ő általa ragadt rám ennyi a kastélyokról, és ezt, hogy nagyon szeretem én is a kastélyokat. És van egy Facebook csoport, a Kastélykedvelők, és ott találkoztam ezzel az álláshirdetéssel, hogy német nyelvű Erzsébet királynét keresnek, és igazából nem is nagyon értettem először, hogy mit jelent az, hogy Erzsébet királyné, mit takar egyáltalán ez a pozíció, és hogy igazából hirtelen jelentkeztem rá, hogy hú, én ezt szeretném kipróbálni, és utána pedig már csak sodródtam az árral, ha lehet ezt így mondani, felvettek, és hát igazából nagyon-nagyon szeretem. Nem kerüljük meg a kérdésem első felét, mivel foglalkoztál előtte? Én 6 évet Németországban éltem, ott végeztem az egyetemet, európai menedzsmentet tanultam egyébként, és hát sajnos így a Covid vírus volt az, amivel egyébként visszakerültem Magyarországra. Nekem a szüleim kisgyermekkorom óta turizmus vendéglátással foglalkoznak, szállodáznak, úgyhogy igazából a turizmus irány az engem mindig is érdekelt. Nem feltétlen tárlatvezetőként, nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán tárlatvezető leszek, hát pláne nem, hogy Erzsébet királynéként, de hogy így szerintem ez az, ami. Szóval hirtelen felindulásból jelentkeztél és bejött, de mit szóltak ehhez a barátok, ismerősök, családtagok? Gondolom, őket legalább annyira meglepte, mint téged. Mielőtt jelentkeztem volna, én anyukámmal beszéltem erről, hogy megmutattam neki, hogy van egy ilyen állás lehetőség, és hát én erre szeretnék jelentkezni. Ő támogatott egyébként, illetve azt veszem észre, hogy a családom is nagyon támogat, büszkék is rám, tényleg nagyon szeretem. Lehet, hogy egy picit már túlzásba is esek a beszámolókkal otthon, amikor mindent elmesélek, hogy mi történt itt a kastélyban, tehát én nagyon-nagyon szeretem ezt az állást, és hát a családom pedig támogat benne. Jó, hát én tudod, azon gondolkodom, hogyha meghirdetnek egy ilyen állást, jelentkezel, felvesznek, utána még nagyon sok munka van ezzel. Tehát sokat olvastunk arról, de gondolom te is, hogy a kis fiatal Wittelbach Erzsébetnek is mekkora gondot jelentett az, hogy megtanulja a bécsi udvari etikettet, nem is szerette. De hát mit kell tenni egy hasonlásnak, hogy hasonlóképp megtanuljon királyi eleganciával járni, viselkedni, ülni? Igen, hát nagyon sokat kell tanulni. Én bevallom, hogy nem voltam régen sem úgymond Sisi rajongó. Tehát nagyon-nagyon szeretem mai napig a Romy Schneider által megformált, tehát a Sisi trilógiát, kislányként is rengetegszer néztem, de igazából annyira nem voltam jártas a témában, hogy most ő pontosan hogy élt, miket csinált. Tehát ez rendkívül sok tanulás. Én, ha jól emlékszem, szerintem egy jó 2 hónapig, de inkább 3, hogy nem is vezettem egyébként tárlatot,
megkaptam azokat a könyveket a muzeológus kollégáktól, hogy akkor ezeket kéne elolvasni. Ebből az egyik könyv az több mint 600 oldalas, és ez csak egy könyv, és hát rengeteg naplóját, udvarhölgyeknek naplóit, amiből egy kicsit úgy lehet látni, hogy az ő élete milyen volt, ő hogyan viselkedett, és akkor ebből átvenni azokat az etikett illemszabályokat, és egy picit úgy mozogni, úgy csinálni a vezetést, hogy igen, megtanulni valahogy úgy járni, ülni, viselkedni, ahogy valószínűsíthetőleg Erzsébet is tette mindennapjait. Most egy kicsit már belenyúltunk a következő kérdésbe, hiszen azt akartam felvetni, hogy aki valaki más ruhájába, bőrébe újik, annak valahogy a lelkébe is bele kell élnie magát. De hát te elmondtad, hogy előbb ismerted meg a levelein, olvasmányain keresztül a lelkét, amiből következtettél az etikettjére. De azért mégis milyen? Tehát, hogy amikor átöltözöd, akkor a lelkedet is át tudod öltöztetni? Egy kicsit talán igen. Ezt én úgy veszem észre, amikor visszaöltözök, és megmarad ugyanaz az a mozgás, ugyanaz a jellem, ugyanaz a beszédstílus, és akkor érzem azt, hogy mennyire átlényegültem Erzsébetbe, mikor visszaöltözök, és még mindig benne maradok. Tehát, hogy valamilyen szinten igen, átveszem az ő személyiségét, az ő jellemét, hiszen azzal, hogy tényleg egyes szám első személyben is csináljuk ezeket a vezetéseket, egy picit azért el kell szinte hinni magunkról azt, hogy igen, már pedig én most akkor ő felsége Erzsébet királyné vagyok, és ez anélkül szerintem nem működik, hogy ne tudnánk azt, hogy ő tényleg milyen, hogy ő hogyan viselkedik, ő miket gondol, az ő lelki állapota, főleg ha olyan témákat érintünk, hogy ezért két gyermekét is elveszítette élete során, hogy mennyi tragédia érte őt az élete során, és emiatt azt, hogy ezt a látogatóknak is úgy tudjuk átadni, megértetni velük Erzsébet, akár lelki világát, ehhez tényleg úgymond mindent tudni kéne róla, vagy hát mindent tudni kell róla, hogy tényleg át tudjuk ezt adni. Köszöntöm a kedves magyar népet innen a Gödöllői kastélyból, mely oly közel áll szívemhez, hogy igyekszem mind több időt eltölteni ebben a csodás kastélyban. Bécsben az a sok pompa és csillogás, a rengeteg protokoll feladat, itt Gödöllőn pedig sokkal inkább a kis közvetlenebb események, akár a falkavadászatok, azok, amelyek ide kötnek, szívemet, lelkemet megnyugtatják, sokkal inkább töltök itt napokat, mint akár Bécsben, abban a hatalmas kastélyban. Az itt töltött napok, hetek, amiket eltölthetek ebben a csodálatos kastélyban, és részt vehetek ezeken a csodás eseményeken, akár a kedves magyarok megünneplik a névnapomat, vagy a karácsonyokat itt tölthetem meghitt környezetben, ez számomra egy nagyon kedves dolog. Bár nagyon szeretek levelet írni, igyekszem mostantól önöket ebben a formában is tájékoztatni a közelgő eseményeinkről. Alig várom, hogy újra találkozhassunk, addig is Isten áldja önöket!